Erős kihívója akadt Borbój Csaba Hargita megyei tanácselnöknek. Az udvarhelyszéki RMDS területi elnöke Bíró Barna Botond ugyanis bejelentette, hogy indul a választásokon a megyei elnöki tisztség elnyeréséért. Rendkívül érdekes küzdelem várható Hargita megye tanácsa vezetésének megszerzéséért. Borboly Csaba, aki már 16 éve a megyei önkormányzati testület élén áll, egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy indul az ötödik mandátumért is. A közéletben és a közösségi oldalakon is nagyon népszerű Borbolynak eddig nem akad komoly ellenfele. Most azonban Bíró Barna Botond, az RMDS udvarhelyi elnöke bejelentette, megpályázza a Hargita megyei tanácselnöki tisztséget. Aki azt várja, hogy bírálni fogjuk Borbony Csabát, az téved, mondta sajtótájékoztatóján, és kifejtette, hogy jó volt az együttműködésük a jelenlegi tanácselnökkel. Úgy vélte azonban, hogy a megyei önkormányzat élén szintet kell lépni. 2020-ban annak az ígéretnek a tudatában támogatta udvarhelyszék Hargita megye tanácsának jelenlegi elnökének az indulását, hogy ezt a támogatást idén visszakapjuk a csík területi szervezettől. Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Ahhoz, hogy Hargita megye dinamikusan tudjon fejlődni, a megyei tanácselnöke három feltételnek kell megfeleljen. Az egyik az, hogy RMDS-es legyen, a másik az, hogy tehetséges és alkalmas politikus legyen, és a harmadik az, hogy a három térség közötti egyensúlyt tudja megteremteni. Birobarna Botond jelöléséhez szükséges támogató a leírások gyűjtését a jövő héten kezdik el. A megyei jelöléssel kapcsolatos döntést pedig a Hargita Megyei Egyesztető Tanács hozza meg április 14-éig.